Hetednapi adventista lelkész vagyok, a hetednapi adventista egyház, egy világszéles egyház, a világ majdnem minden országában jelen vagyunk, és körülbelül 20 millió egyháztagunk van. A protestáns felekezetek közé tartozik, jobban hasonlít a reformátusra, nyilván, mint a, például a katolikusra, csak a közérthetőség kedvéért mondom, de még közelebbi rokonságban vagyunk a baptista és a metodista egyházzal. Például, tehát egyszerű az istentiszteletünk, és ilyen egyszerű emberek a lelkészek, mint én is vagyok, és a nevünkben hordozzuk a két fő hitvallásunkat, tehát ezt szokták általában az emberek kérdezni, hogy miben különbözik ez a többitől. Körülbelül ebben a két fő dologban, hogy hetednapi, tehát a 10 parancsolat szerinti hetedik napi szombatot ünnepeljük, mint a teremtés emlékünnepét, tehát nem a vasárnapot ellentétben a legtöbb keresztény felekezettel. Úgy is szoktak bennünket emlegetni, hogy a szombatisták, de hivatalosan a hetednapi adventisták vagyunk. És az advent szó pedig abból ered, ugye ez egy latin eredetű szó, hogy valaki jön, eljövetel, megérkezés. Az Úr Jézus megígérte az ő földön járt akkor, hogy elmegy ugyan, de ismét eljön. És mi ezt a második eljövetelét hirdetjük erőteljesen, és erről kapta a mi először mozgalmunk, később a szervezet egyházunk a nevét. Itt Miskolcon van gyülekezetünk, tehát itt májiban két család van csak, rajtunk kívül nemrégen költözött ide egy fiatal házaspár, mi pedig egy jó másfél éve jöttünk ide az egyházunk jóvoltából. Miskolci és Miskolc környéki gyülekezetek tartoznak hozzám, és itt lett nekünk így szolgálati lakásunk tulajdonképpen. Mi Isten tiszteletnek hívjuk az összejöveteleinket, de vannak ilyen hétköznapi imaóráink is, szintén hasonlóan, vagy bibliaóráink, mint például a református egyháznak. Miskolcon van két imaházunk, én hozzám a Füzes utcai tartozik. Úgy is nevezzük általában, hogy imaház, mert nem annyira templomszerű, harangunk talán Magyarországon sincsen, külföldön van olyan imaházunk, aminek harangja is van, de itt Magyarországon ez nem szokás. És egyszerű épületek, általában van egy istentiszteleti terem, és jellemez bennünket meg, hát általában a kisebb egyházakat, ez a családias istentiszteleti hely is. Tehát a mi imaházunkban nem csak egy imaterem van, hanem konyha, gyerekeknek több kisebb helyiség, WC-k, zuhanyzók, ifjúsági termek, egyik-másik imaházunkban van pingpongasztal, egyéb más a fiataloknak. Jobb esetben, mint ahogy nálunk itt Miskolcon is, akár szállásra is alkalmas, tehát ha jönnek akár adventista, akár esetleg nem adventista barátaink is, néhány éjszakára meg is tudnak szállni az imaházunkban, van fekhely, le lehet zuhanyozni. Tehát egy ilyen közösségi házszerű általában az adventista imaház. Nyitottak az alkalmaink, sőt szándékosan szervezünk olyanokat, most éppen online is vannak istentiszteleteink, bibliaköreink, mert szeretnénk, ha minél több ember megismerne minket, és nyilván akinek tetszik, az csatlakozna hozzánk. Nem annyira azt mondjuk, hogy hozzánk, hanem fogadja el a Biblia tanításait, és kövesse Jézust. De mivel mi úgy gondoljuk, hogy így kell követni Jézust, hát így nyilván azért vagyunk ebben a felekezetben, tehát be lehet jönni bármikor az alkalmainkra, a Facebookos felületünkre, a Zoomos felületünkre, és minden összejövetelünk nyitott, és hát így szoktak hozzánk csatlakozni, hogy hívunk, akit lehet, vagy jön magától, vagy ismeretség alapján sok ember. Sajnos nem olyan sok, mert ilyen világban élünk, hogy kevés embert érdekel komolyan az Jóisten követése. És aki szeretne csatlakozni, mi a felnőtt keresztséget gyakoroljuk, tehát megismeri valaki a hitelveinket, és ha úgy dönt, akkor alámerítéssel keresztelünk, mint például a baptista egyház. Én beleszületett adventista vagyok, úgymond, tehát szüleim, sőt nagyszüleim is hetednapi adventisták voltak már. A feleségem viszont olyan 14 éves kora körül ismerkedett meg velem is, meg az adventista egyházzal is, és ő így később, mondhatom, majdnem felnőtt korában döntött úgy, hogy ő is ezzel szeretne megismerkedni, eljárogatott az istentiszteletekre, és aztán
úgy döntött, hogy ő is szeretne ehhez az egyházhoz, ehhez a gyülekezethez tartozni, és így követni a Jóistent. Én nem vallásos családban nőttem föl, és 14 éves voltam, amikor a leendő páromat, illetve a mostani páromat megismertem, és ő adventista családban nőtt fel, adventista volt, és ő vitt el először gyülekezetbe engem. És nekem nagyon megtetszett, nagyon jól éreztem magam, olyan igazi szeretett közösség fogadott, és hát középiskolás voltam elsős, amikor úgy döntöttem, hogy én is szeretnék már magamtól járni gyülekezetbe, és akkor 18 évesen meg is keresztelkedtem. Úgyhogy így kerültem az adventista egyházzal kapcsolatba. Családotokról mit érdemes tudni? A gyerekek hogyan fogadták ezt a környezetet? Nyilván nekik természetes volt, hogy ebbe beleszülettek. Vannak lázadások is időnként, hogy miért kell jönni gyülekezetbe. Bár ahogy nőnek egyre inkább ugye a személyes döntésüket, tiszteletbe tartjuk a választásokat, de azt veszük észre, hogy azért főleg a zenekar, a részfúvó zenekar eléggé olyan hatással van rájuk, hogy szívesen töltenek velünk időt. Vivien 19 éves, Bálint 16 éves, Veronika 14, Sebestyén pedig 13 éves. De igazából Veronikán kívül mind a hárman, tehát mindannyian zenélnek, Vivien vadászkürtön játszik, Bálint harsonán, Sebi pedig trombitán, illetve most dobolni is kezdett. Veronika is tanul egyébként zenélni, pár évig zongorázott, most pedig furuljázik. Fúvós együttesünk tavaly volt 25 esztendős, és nem tudtuk megünnepelni. Mert tavasszal is, amit kitűztünk, nem fért bele a járvány miatt, őszre halasztottuk, az se fért bele a járvány miatt. Sajnos elhunyt egy nagyon-nagyon kedves karmesterünk Erdélyből, aki tanított bennünket a járvány miatt szintén, úgyhogy ilyen rázós volt zenekarilag a 2020-as év. 25 éves az együttesünk, amatőr, együttes, egy 10 fős fúvós, részfúvós együttes. Ennek most mi egy kicsiny részét fogjuk majd bemutatni hamarosan, csak a mi családi részünk, mert mi 3-4-en zenélünk családilag. 10-12-en vagyunk jelenleg, és tulajdonképpen innét származunk eredetileg Bükszentkeresztről, félig meddig, mert Bükszentkereszten alakult egy kicsi adventista fúvós zenekar az 1980-as években. És az a zenekar megalakult, mi kisgyerekek azt láttuk, és szaladgáltunk körülöttük, de az ő zenélésük nyomán döntöttünk úgy, hogy mi is akkor fúvost tanulunk. Az a zenekar, hogy fölnőttek a tagok, férhez mentek, elköltöztek, az úgy lassacskán szétszélett, és miskolci-miskolcirmai barátaim mondták, hogy alapítsuk újra, kezdjük újra a zenekart. 26 évvel most már, 26 évvel ezelőtt. És akkor összeálltunk először 4-5-en, aztán így fölfejlődtünk egy ilyen 8-10 főre. Voltak, akik elmentek, voltak, akik csatlakoztak helyette, és Isten kegyelméből 26 éve folyamatosan zenélünk. Elsősorban egyház zenét, de játszunk komoly zenét is, világi zenét is, hát ami a részfúvóson jól áll, elsősorban nyilván Magyarországon mozgunk, de megjártuk már Erdélyt többször, Norvégiát, Szlovákiát, Németországot, és hát ahova hívnak minket, szívesen megyünk. Az evangélium hirdetés eszközének tekintjük a zenét is, és egy nagyon jó ifjúsági közösség formáló dolog is.